Szép jó napot kívánok! Nemrég találkoztunk itt a K11 stúdiójában Báron György színi kritikussal és egyetemi tanárral. Kicsit beszélgettünk a magyar mozi és a magyar film múltjáról, felelevenítettük az őskorszakot, és ezen belül arról beszélgettünk, hogy milyen jelentős szerepet vállaltak a zsidó művészek ennek a műfajnak a megteremtésében, és aztán a világ hírűvé tételében is. És hát már ott utaltunk a mai időkre, mert hiszen ennek a sorozatnak a további részeiben egy-két alkotóval fogunk találkozni, akiknek az életében fontos a zsidóság, vagy a filmjeikben bukkannak fel a zsidó vonatkozású dolgok, akár játékfilmekről van szó, akár dokumentum, vagy egyéb kísérleti filmekről. Találtam egy nagyon jó könyvet, ami ezzel kapcsolatos, ez a Minari, Sonnenstein és a többiek című könyv, a zsidó sorsok a magyar filmen, és ebben különböző rangos szerzők írnak a régi és a mai zsidó témájú filmekről, magyar filmekről, és ez a könyv idézi fel az első olyan játékfilmet 1912-ből, ami az első alkalommal viszi a nagy közönség elé a zsidó életet, a zsidó témát. Ez a Simon Judit című film, amit Mérei Adolf, egy színházi rendező rendezett, és Sivocki Béla forgatta, Magyarország első operatőre igazából. Ő az, aki annak idején is erről Báron Györggyel beszélgettünk, az Uránia Filmszínházban leforgatta az első magyar művészfilmet, ha úgy tetszik, a Tánc című filmet, amiben Blaha Lujza is játszik. Ez egy pici etűd volt, a tánc történetét akarta bemutatni. Zsivoszki Béla egy mozigépet alakított át kamerává. Egyébként Zsivoszki Béla később Kertész Mihály a világhírű operatőrként futott be a nemzetközi filmvilágban. Nos, ez a film, a Simon Judit, az első olyan film volt, ami, mondom, 1912, azért gondoljuk bele abba a korba, hozza a nagy közönség elé egy zsidó környéken, egy zsidó ember életének különböző epizódjait. Azért említem meg, el is mondom, hogy mit ír róla, Götz Eszter elemezte ezt a filmet ebben a könyvben, hogy itt története nagyon röviden az, hogy egy vidéki környezetben egy lány megesik, és hát ez egy szokványos sztori jön ki belőle, de nem ez volt a film lényege, hanem házasság, gyermekszületés, temetések, családi ünnep. Egy szóval a zsidó élet minden jelentős eseménye megjelenik a filmben. 2015-ben ez a film Magyarországon a lapok mindennapi témája. Zseniálisan mutatta ezt be, és ébresztette rá a közönséget arra, hogy a zsidóság az nem egy ilyen titkos, elkülönült népcsoport, amelyik idegenként kell vele bánni, hanem van egy olyan kultúrája, amit érdemes megismerni. Tehát ilyen szempontból ez a film különösen nagy jelentőségű volt. És hát ezt azért hoztam föl, ezt, mert akivel ma beszélgetni fogok, Gródi Anna, szia, Dini, az egyik olyan jelentős filmje a pályáján, ami a zsidó életnek ezt a misztikumát mutatja be, hozza közel, egyébként ebben a környezetben, ahol most ülünk, ugye, mert itt a Kazinczy utcában forgattad, az a címe a filmnek, hogy Kazinczy utca. Van még abból az eredeti környezetből valami, vagy már mindent átépítettek? Nagyon kevés. Mikor készül? Szerintem 99-ben forgattuk talán. Igen, hát kicsit romos volt még itt ez a Király utcai, Kazinczy utca. Egészen autentikus, egészen minden eredeti. És a Kazinczy utca az csak egy összefoglaló név, mert forgattunk a Király utcában, az Akácfa utcában, a Holló utca környékén is, tehát ez csak egy ilyen összefoglaló. Igen, azért azért idéztem a Simon Juditot, mert ez a te filmed, a Kazinczy utca, ugyanúgy beavatta a mai közönséget abban, hogy jé, milyen is a zsidó élet belülről egy esküvő és az egész milliője. Ebből most nézzük meg egy részletet, mert csodálatos hangulata van. Thank you.
ezután. Igen, készül az esküvő, itt készülődés van, de nem is a film sztoria, ez egy etűd sor, ugye, ami a te szántékod szerint, hogy így éltek a zsidók? Vagy így élnek, vagy így élnének? Hogy van ez? A Simon Sanyi, a Simon Sándor, aki az osztályfőnökünk volt a Színház és Filmművészeti Főiskolán, illetve akkor mi lettünk az első egyetemi osztály. Igen. De egy zseniális ötlete az volt, hogy mindenki csináljon egy utcaetűdöt, és mindenki dolgozza fel azt a környéket, ami hozzá közel áll. És de ez miért állt hozzád szerettem, közel? Azért szerettem ezt a feladatot, mert ez egy ilyen ösztönös dolog. Tehát beszélni egy olyan környékről, ami közel áll. És hogy miért áll közel, mert itt laktunk, a 7. kerület, Lövöldetél, Dob utca, igaz a körút túloldalán. Tehát nem a zsidós részen, nem ha úgy tetszik. De az a napi útvonalban mindig beleesett. Tehát a zsinagóga felé, a Károly körút felé, tehát az egész környék, tehát lesétálni a Dob utcán, ez valahogy belénk ivódott. És ott felnőni 10 és 20 év között azért az egy meghatározó időszak volt, és megszólalt az utca, amibe természetesen belekeveredett egy csomó olyan ösztönös, nem kimondottan arra készültem, hogy most a zsidó hagyományokat megmutatom, hanem ami úgy az emberből jön, ami az életének a része. Hát így azért áruljuk el, hogy itt látunk családi fényképeket, ez a ti családotoknak archívumából való, szóval itt a zsidó család emlékei keverednek benne, de egy környezetnek a hangulatával, amit összeházasítottál itt a Kazinci utcában lényegében, mert hát ténylegesen itt egy esküvő is van. Egy esküvő is van, ugyanakkor itt van a Mahler zenéje, ugye, amit én ebben az időszakban pont a nagymamiéknál, nagymamánál laktam, tehát ott a Mahlernek a szeretete, a zene az onnan jött, és hogy a melódia, tehát ebben a zenében is ugye azért ott vannak a zsidó motívumok Mahlernél, és itt minden, a gang, a körfolyosó, az ablakok titkai. Ez a ház még megvan, amelynek udvarán most látjuk a jelenetet, az esküvőit, a ez hűpés. A király. Ez a bizony király megvan, és még mindig így néz ki. Így igen. Van, az volt akkor csodálatos, ugye 98-9, azt hiszem 98-9. Igen. Még bárhova be lehetett menni. Simán. Tehát megnyitottam. Engedély nem kellett. Nem. Tényleg? Nem kellett. Vagy felmehettem a tetőre, a padlásra, a felső kameraállásból, fölülről a háztetőket felvenni. Minden zsiger ilyen ösztönös volt és autentikus. Hát most már egy csomó minden turisztikaivá vált. Hát igen. Sőt. De például, amikor felfestettük, ugye ez Chagall képek a falra, akkor kezdtek épülni itt a parkolóházak. És igen? A parkolóőr, pont a Holló utca és a... Például ez sem létezik, mert ez a Grossman Mor felirat, mert beépítették, de a parkoló az a Kazinci utca, Holló utca között volt, és a parkoló őt, amikor megkértük, hogy a kisfilmhez Chagall motívumokat szeretnénk felfesteni, akkor még mielőtt a Chagallt mondtuk volna, azt mondta, hogy jó, bármit lehet, csak nem náci jelményeket, mondtuk, hogy nem, vagy ilyen motívumokat, mondtuk, hogy ilyen biztos nem számíthat erre, mert egész más a témája, és amikor meglátta azt, hogy Chagall képekből, festményekből, hogy festettük fel részleteket, akkor azt mondta, hogy ha rajta múlna, ő engedélyt adna arra, hogy az egész parkolóház falát Chagallal dekoráljuk. Szóval ez egy nagyon szép, gyönyörű film, szöveg nélkül, zenével végig. Meghatározta nagyon az eddigi pályádat, hogy majd minden filmed a zsidó témában foglalkozik, vagy belekerül, és ez teljesen természetes, a te érdeklődési köröd ez már ennyire erősen determinál. Beszéljünk egy kicsit, amikor említetted, hogy Simon Sándor volt a osztályfőnököd, aki nagyon szabadon
hagyott titeket dolgozni. Te volt az egyetlen lány az osztályban, ezt is tegyük hozzá, nem volt könnyű dolgod. Nagyon jó dolgom volt az hiszem. Igen. Hogy nagyon jó színészekkel dolgozhattatok együtt. Itt a következő film, amiből majd látunk egy részletet, hát az egészen fantasztikus, hogy ez hogy jön össze, taknyos diákok azt mondják, hogy figyelj, Garaskám, gyere már, forgatnánk egy kicsikét, mert azt tudjuk, hogy egy forgatás mekkora macera, idő, stb. Hát én nem tudom, az volt a csodálatos, azt hiszem, hogy ez a Simónak a varázsa és a Simó köre. Azt, hogy ki mindenki jött el azonnal egy főiskolás, taknyos főiskolás füttyentésére, tehát valami egészen fantasztikus az, hogy de általában azt gondolom, hogy az jellemző, hogy a színészek szeretnek segíteni a főiskolásoknak. De hogy a következő film, amire szerintem utalsz, ugye a Kékszemű című, Valaki kopog, a Török Sándor Valaki kopog című sorozat, hogy ez a Simón Sanyinak az ötlete volt. Tehát a török novelláiból. A Török Sándor, igen. Regénye a fejezetekből, hogy mindenki csináljon egy fejezetet. Egy fejezetet mindenki. Valaki kopog című regényből 12 fejezet volt, mi 8-an voltunk, és a Sanyi nagyon jó érzékel, mert ott nem lehetett választani, azt mondta, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, te amast csinálod. A kék szeműt kiosztotta neked? Úgyhogy az enyém ezt kerbe így mondta, hogy egy tiéd a zsidók a tiéd. Meg még azt hiszem a Fischer Gabi kapott. De hát ez humorosan is hangzott. Részben pontosan tudta, hogy melyik környéken játszódik, ugye a valaki kopog sorozatban. Tehát a fiatal albérletből fiatal írónak fiatal író, igen. Író vándorol egyik helyről a másikra, Budától Pestig minden. És jöttem be, most elzúttál egy zsidó család. És rájöttem arra tulajdonképpen, olyan érdekes, hogy most jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen a Kazinczy utca, amit az előbb láttunk, az az előfutára, itt térképezte fel a Sanyi, a Simó Sanyi azt a tervét, hogy ő majd a Török Sándor valaki kopognál az albérlet fejezeteket, kinek fogja adni. Aha. És az volt a csodálatos, hogy tehát meg fantasztikus időben is, hogy a Kazinczy utca című film és a Török Sándor valaki kopog, az egy éven belül készült. Fél éves feladat volt ez az utcaetűd, és az év végén pedig ezt az úgynevezett albérlet epizódot kellett megcsinálnunk. Hát akkor most avassuk be a nézőt, és nézzük meg a Kékszemű című filmet egy részletét. Jó. Ez még a másik. Ez nem, ez már a Török Sándor valaki kopognak az eleje, csak De ez az eleje, igen. Igen. Most átugrottunk egy, igen. De nem baj. Nem baj, nem baj. Mert a Sagált azt hiszem átugrottuk, de nem baj. Itt nyugalmam volt, szabad voltam. Ez nagyon jó. Szabadon álmodozhattam, ábrándozhattam, írhattam, és csak is őrül. Nem arról baj, mert az komputer animációs. De majd a titokzatos kék tüneményről, aki mindig csak egy pillanatra vagy lehet, hogy ezután tettem be a Sagál. Gyönyörű volt, légies és kék. A Sagál álmai komputer animáció. Ez ki lehet? Yeah. Mi lehet? Itt a jegyet! Itt a jegyet!
sem még utoléretét. Mindenki azt hiszi, hogy minden ingyen van. Fiam, magától még a sábesz is kimehet. Szenén, hol a gyufa? Drága Lilikém, tudom, hogy magam gyönyörök a zongorázni. Arra kérem, amikor a papával kártyázol, akkor maga inkább hegyetlődik. Ismerek egy csodálatos, jól szituált urat. Állj, babá, majd én bepróbálni sálom. Legó fixa a foglalkozában. Olyan gyönyörűen hegedű. Fiam, állom szépen. Ugye? Feladatul kaptad a Simó Sándortól, aki egyébként a Jegest játssza a filmben, hogy a zsidós részt a Török Sándor könyvből, fejezetből te csinálsz. Igen, hát ez nem esett nehezedre. Tied a zsidós. El voltál könnyen, vagy te vagy a zsidó. Olyan boldog voltam, hogy az én fejezetem a Pollák család, akik a Király utcában laktak. Mert ugyanis minden egyes szegletét úgy éreztem, hogy ismerem, tehát a követ, a gangot, és igaz, hogy egy, a 30-as években játszódik ugye a történet, úgy emlékeim szerint, de azok a pillanatok, ahogy amilyen a gang élet, azt én is megéltem. Tehát mi egy olyan gangos házban laktunk, ami a belső udvarra nézett, ahol... Tehát ez a körfolyosos? Ez a körfolyosos, ez igen. Ez a klasszikus belvárosi. Igen, igen, nevezetesen a Rottenmiller Dob utca sarkán. És hogy az a hangulat, amikor nem is a jeges jött, de egy hegedűs, és hogy és kiment a bérház népe, és hallgatta, és dobáltuk le a 10 és 20 filléreseket. Ez még akkor volt? Igen. Gyerekkorban? És volt a köszörűs is jött, és tehát, hogy ebből még az én... Ebből még nekem is volt részem a 80-as években. Úgyhogy ez... Ennek minden... Elkaptad és összeállt a dolog. Része, igen. Belénk. Menjünk tovább, mert szeretnék néhány olyan film részletet bemutatni mindenképp, ami a te pályádra jellemző is, és nagyon fontos szerintem a zsidóság megismerése szempontjából is. Ugye még egészen korán kezdted el azt a sorozatodat, ami elég szép ívet futott be, ez a Tarka képzelet, megmozgattál képeket, klasszikus festményeket választottál ki, és a korábban, amikor még ez a digitális technika nem nagyon állt rendelkezésre, ha jól tudom, eléggé hát ilyen fakamerás módszerekkel próbáltátok megcsinálni, vagy próbáltad megcsinálni. Hány ilyen részlet készült? Azt hiszem, hogy 5-6 végül is, de 2000-ben készült el az első, egy próbaanyag, egy pilot, ugye, ilyen bemutató. Anyag, ami Chagall volt az első próba verzió, és egyébként, hogy ugye miről is szól, a festmény megelevenedik. Megint egy pilotot abból... Mutatjuk is, akkor szerintem a Chagallt nézzük, igen, meg igen, közben igen. Beszélgetünk hogy is. Hogy a pilot az úgy lett az első fejezete a Chagall, hogy megint egy olyannal kezdtem, ami a legeslegközelebb áll. Hozzám. Ami azt jelenti, hogy nálam nagyon sok Chagall kép van a falon, ott van egy festmény, az én falum, az a nevezetes, amelyik nevezetesen egy ablak, ami a falura néz. Tehát igen. Innen jött maga az ötlet is, hogy belenézek, kinézek az ablakon, belenézek egy festménybe, vagy ránézek egy festményre, és megelevenedik a mód. Most a sorozattal kapcsolatban ez egy nagyon nagy kihívás volt, mert a Sanyi azt mondta, hogy ezt lehetetlen megcsinálni,
amit én akarok. Hogy megmozgatod a ezt képet? Ezt be se bele hát, se figyelj, kezdjek. Mikor? 2000? Ez 1999-2000-ben ilyen nincs. Ilyet nem tudok nem technikailag is előállítani. De hát arra gondolok, hogy a filmművészeti egyetemen nem is volt olyan technika. Ott nem. Így aztán a Schiffer Pali, aki viszont hitt ebben, és azt mondta, hogy ez egy zseniális ötlet, próbálja meg, ugye a Hunniában azt mondta, hogy csináld meg ezt a pilot anyagot. És a Sanyi is mondta, hogy jó, hát akkor csinálja, gyere Dini, csináld a Hunniában, ez nem, most már egyébként a film elején látjuk, 6 képet csináltál, dolgoztál föl akkor. A 6 képből, igen, 6 Chagall képet kereteztünk be egy digitálisan, hát ez most már nagyon kezdetlegesnek tűnik. Na de itt volt az, hogy ugye egy csarnok, egy, ez nevezetesen, ugye megszólom, hogy műcsarnok, ez a műcsarnoknak a nagy aulája, és igen. Akkor előjön egy kép, és szépen belezoomolunk, és elkezdjük mozgatni a festményt. Igen, és, de nem a festett figurákat, hanem élő, valódi színészekkel játszatod. És előbb-utóbb, igen, egy-egy figura. Hogy tudtad összekopírozni? Ezeket pici tehát egy műteremben vettük fel, Green és... Most bementél Vityebszbe például, igen, egészen Green a kódusasszonyig. Green Boxba, Blue Boxba, és hát megpróbáltuk rekonstruálni a jelenetet itt éppen. Igen, és most bemész az udvarba. Bementünk az udvarba, és itt még a tereket nem nagyon tudtuk kihasználni, mert egy nagyon-nagyon szűk stúdióba forgattunk, de az emberi arcokat már ki szerettem volna próbálni, tehát itt például a Gera Zoli bácsi, Gera Zoltán elevenedett meg, mint a zöld hegedűs, és aztán a Kézdi Gyuri is a vándor zsidó arcát hozatta az ő arcát. Ez még a pilot anyag volt. A Simo azt mondta, hogy nem tudom megcsinálni, a Schiffer Pali, aki a producer lett az első epizódnak, mert utána sajnos nem, már nem érte meg a folytatást, tehát 2001 környékén. Meg nagyon hitt ebbe, és aztán emlékszem, hogy amikor elkészült, még mind a ketten ezt megérték, hogy ezt látták, ezt szerették. Nem kapták kedvet, hogy ma már olyan technológiával dolgozhatnál, hogy hát a deepfake-kel akár még egy az egyben bárkit animált előtt állíthatsz digitálisan, vagy az már akkor nem ugyanaz? Összehasonlítva az első és az utolsó fejezetet, az utolsó fejezet egyébként Gulácsiról készült, az már összehasonlítható. Ez a Kézdi Gyuri, igen. Összehasonlíthatatlanul profibb technikai eszközökkel, lehetőséggel készült. Mégis ennek volt valami bája, ennek a legelsőnek, ennek a picit teli hibával, mert ma már a kompjúter, ma már szinte stúdió se kell. Hát ez az, hogy annyira más eszközrendszerre kellene, vagy lehetne már dolgozni. Te azért a Simó iskolát őrzöd, nem? Hát próbálom már amennyire, azért fantasztikus, igen, hatalmas hatással volt rám az a légkör, az a világ, amit a Simó képviselt. És akkor ide tartozik ez tulajdonképpen az a gárda, tehát itt a Schiffer Pali nevét is említettem, de dokumentumfilm részen, az Elek Juditnak a filmjei, ami meghatározta, illetve az ő stílusa, az ő... tehát mestereimnek mondhatom az Elek Juditot, a Simó Sanyit, a Schiffer Pált, a Gárdos Péter és a Sándor Pali filmjei nőttem fel, tehát az ő világuk az olyan közel most áll hozzám, mint a... Most akkor mondom egy pillanatra a nézőinknek, hogy mint Sándor Pál, mint Gárdos Péter már elfogadta a meghívásunkat, hogy egy sorozatban majd ők is szerepelnek, talán április vége, május elején kerül majd arra sor. Tehát ez a világ, ez hozzám közel áll, és ez talán lehet azt mondani, hogy ez a Hunnia stúdió, filmstúdió, vagy maga a régi filmgyár, de igen. A régi filmgyár. Én emlékszem, szerencsém van, hogy Simó Sándort ismertem személyesen, és az a paradigmaváltás, amit a rendszerváltás után ugye bekövetkezik, ez a filmes világban úgy zajlott, hogy ide kell hozni a professzionális amerikai hollywoodi forgatókönyvíró iskolákat, mert ez így nem megy. Tehát Sanyi ült, és úgy forgatott le egy kétoldalas játékfilmet, hogy ez volt a forgatókönyv. Így volt a kezében, nem is tudom, mi volt ráírva, te láttad ezt, hogy minden a fejében, és de
Szóval ez hogy működött tényleg, hogy... Én nem tudom, minden a fejében volt. Én szerintem ő szeretett forgatásra járni. Ez volt azt a lényeg, hogy a forgatáson lenni, a forgatás lényege az tulajdonképpen nem egy papírnak a visszaadása, hanem egy légkörnek a megteremtése, amiből aztán megszületik igazán a jelenet. És én azt hiszem, hogy ez, ennek a mestere igazából, persze a Sanyi is, de azt gondolom, hogy a Pali, a Sándor Pali, Pali, aki mellett ott ült a Tóth Zsuzsa, és ezt majd ő nyilván el fogja mondani a Pali, de ebből erről legendák vannak, hogy ez hogy zajlott. És akkor arra volt még volt idő és energia, és valahogy, hogy van idő a jelenetre, a színészre, az, hogy életre keljen valami. Nálunk, talán az utolsó pillanatokat fogtuk el ebből, mert utána az idő, a pénz és a... Tehát egyre inkább a professzionalizmus, együtt jár a gépszerűséggel, én azt hiszem, működéssel. Én azt hiszem, igen. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy én igazából most már nagyon régen csináltam játékfilmet, de valahogy azt érzem, hogy idő, és az a régi filmgyári hangulat, az most már nem igazán. No, akkor most megnézzük az első nagy játékfilmednek egy részletét, a Csodakrakóbant, és akkor majd elmeséled a jelenet után, hogy ezt cetliből forgattad, vagy hogyan? Itt már van történet, amit ki kellett találni, egymáshoz kellett passzintani szorosan a jeleneteket, a sztorit vinni, mozgatni, stb. Volt forgatókönyv? Volt. Nagyon-nagyon nehezen született meg, és hogy a cetliből át kellett váltani a forgatókönyvre. Aha. És ez azt jelentette, hogy a szerzői film, amit a Sanyi nagyon-nagyon szeretett, és hát mindig, és azért kiderült az, hogy hiába van az embernek saját története, tehát például még a Kazinczy utca cetliről készült, ennek a forgatókönyve, a Csodakrakóbannak a forgatókönyve már nagyon nagy nekem nehézségekkel készült, és ezért kaptuk a Schulze Évát a főiskolán. Második végén, harmadikban forgatókönyv fejlesztés kezdődött el. Nem egyszerű,
És én azt gondolom, hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy könnyedén írjon, ennek van egy technikája. Annyiból megkönnyítette a Sanyi megint csak mindenkinek talán a dolgát, de lehet, hogy valakinek ez nehézség is volt, mert valaki kibújt ez alól, hogy az Így jöttem filmek. Meséld el, hogy honnan jössz, mi az, ami fontos. És akkor éppen ezért láttad itt, hogy a Chagall, a Fallal, a Kazinczy utca, a Rumbaksebestyén, a hetedik kerület újra visszajön, visszavarázsolódik. És hát a maga a film pedig egy picit, tehát természetesen nem teljesen önéletrajzi, de ebben is, ott de vannak, ebben is vannak az önéletrajzi elemek, és a család, a krakói felmenőkkel, a Trenderlinek a készítése, a Déd nagyapa naplója alapján, ami ugye az egyetlen egy, ami megmaradt a családi vagyomból, és a deportálás után, tehát a vagyon az elveszett, de a szomszédok visszaadták a naplót. A nagyapa naplója. Igen, ami egyébként, hát valljuk be, eszmeileg a legnagyobb érték. Igen, de a Csodakrakóban már az egy váltásnál ad, hogy most ezt a zsidó identitás kérdését a saját korosztályoddal mutatod meg. Tehát a jelenbe érkeztél, nem egy régi hangulat felidézése, van, hanem egy mai... Igen. Volt, hanem egy tulajdonképpen a mese, a gyökerek, a felmenőknek a világának a felfedezése akkor, hogyha valaki visszautazik arra a helyre, ahova érzi, hogy köze van. Ahonnan és a család eredetileg származik, Krakó. Igen. Uh-huh. Úgyhogy életem legcsodálatosabb 3 hetét töltöttem akkor Krakóban, a legnagyobb színészekkel egyébként, mint a Francsisek Piecska, a Celinska, Már rég volt. Francsisek Piecska egyébként, ő játszott a Csodarabbit, és ő az, aki az Elek Judit Tutajosokban is játszott. És egyébként, tehát milyen hátterem volt, és milyen mennyire sok hatalmas segítséget kaptam az én mestereimtől. Tehát a Jutka hozott össze tulajdonképpen a Zanussival, hogy ő legyen a koproducer ennek a filmje. Bár a Zanussival már előtte véletlenszerűen találkoztam, mert a Schiffert, ugye Schiffer Palit szóba hoztam, a főiskolán az első évben egy dokumentumfilm volt a feladatunk, akkor is valahogy zsidó téma jött. Nem ide, mondod, valahogy, milyen véletlen. De mégis a másik oldalról, a Vándor cirkuszon belül találtam egy légtornászt, aki 70 évesen keres egy cirkuszt, hogy fellépjen, és hát a múltjára fényre derül, ami nem olyan fényes, mert kiderül, hogy valaha a náci büntető században. A Varsói gettó leverésében részt is, lázadás leverésében vett részt, mint SS vagy Wehrmacht, nem is tudom. Jó, ez egy nagyon-nagyon megrázóan érdekesen dolgoztat fel. Ez az, hogy ott volt a Vándor cirkusz, meg a Fellini, meg a valahogy az egésznek a világa, és amin belül aztán találtam egy szereplőt, hogy ez a nekünk így tanították, illetve így szívódott belénk, hogy a Schifferi módszer, van egy terület, elkezdesz kutatni, és azt mondtam, hogy oké, Vándor cirkusz, és azon belül megtalálsz egy emberi sorsot és egy problémát. Aha. Ugye azt hiszem, hogy azért el lehet mondani, hogy a Schiffer Palinak a filmjei így készültek. És mi szociológusokkal dolgoztunk, na mindegy, visszatérve az, hogy a Zanussi hogy jön a képbe, ez a filmem nagyon jól sikerült, akkor életem egyik legnagyobb élménye volt egy fél évig Vándor cirkusszal élni, és létezni, és forgatni, és életem első díját, ezért főiskolai filmfesztiválon. Nem is akárkitől vetted át. A Krisztóf Zanussi adta, és a Geraldine Chaplin. És akkor én úgy éreztem, hogy valahogy ezek a dolgok összeérnek, mert a Chaplin,
hogy a Chaplin lánya adja át nekem, hogy maga a Chaplin, aki kacsint, akkor, hogy a Krisztóf Zanussi, aki behozza a lengyel világot, ugye ott van tehát az Elek Jutka segítsége, de ha a Chaplinre gondolok, akkor ott van a Palika, aki nekem mindig a magyar Chaplin. Tehát, és úgy is Sándor Pali. Uh-huh. Tehát, hogy ez valami olyan melegség, egy olyan alma mater valahogy, hivatalosan és nem hivatalosan, hogy én úgy érzem, hogy halálosan el voltam kényeztetve ezzel a környezettel. És, igen, nem akarok itt ilyen filmtudományi dolgokba belemenni, mert nem ez a dolgunk, de nekem hangulatában az a film, amiből most mutatunk egy részlet, ez az Urlicht, ez a te szürreális álmod és játékod, amiben mindaz, amiről most beszéltél, szerintem benne van, nézzünk meg egy részletet belőle, és aztán ennek is a történetét mondd el nekünk. Igen. Aztán pont beértünk egy családi vacsorára. Máli néni pihegett, és a számomra csak fényképről ismerős arcok idegenen, furcsán néztek rám. Máli néni bemutatott. A dédunokátok, mondta. És olyan mereven néztek, mint egy fotó. Mindegy vonaton utazunk. Mind egy vonaton utaztunk. Ismét a vonaton voltunk. Kihajoltam, és szorongani kezdtem, mert egy tehervonatról hajoltam ki. Máli néni sehol. A tehervonatról aztán láttam magamat, ahogy versenyt futok a vonattal. Lehagytam a vonatot, felébredtem. Amióta én nyertem, és nem a vonat, azóta nem félek vonatra szállni. Magyarázni egy picit. Ez egy nagyon mély film. Ez a megszabadulás története valamitől, ugye? Ez egy nagyon... Ez azt hiszem, hogy a Csodak Rakóban című filmem után jött... Ugye a Csodakrakóban az nem a holokausztról szól, az nem,
nem a fájó hiányról szólt. A hiányról, de másképp. Mindig is szerettem a generációmról beszélni, tehát itt nem lesz bejátszás, de a Czóres című dokumentumfilmem arról szól, hogy a 70 és 80 közötti generáció, 70 és 80 között születtek, tehát most már jó volt középkorú generáció, de a holokauszt utáni harmadik generáció hogyan dolgozza fel a zsidóságát és a gyökereit. És ahogy most, és ez engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, és érintett is, mert ez nem olyan, hogy jaj, ez már második vagy a harmadik generáció, és hoppá, túl vagyunk rajta, és nem érint minket. Nagyon súlyosan érint minket, azt gondolom. És ez a film, ez az Úrlicht, ez arról szólt, ami bennem van, hogy én miért rándul össze a gyomrom, hogyha meglátok még mindig egy tehervonatot, mit jelent a hiány, mit jelent az, hogy a véletlenszerűen megmaradt fotókból az emberek gyakorlatilag ki vannak radírozva egy emberi, az Endlösung programja miatt. Tehát, hogy ez hogy van ez, és hogy mi az, ami majdnem elveszett. És milyen szerencse, hogy van egy túlélő a családban, aki miatt megmarad a levendula illata, megmarad egy szekrénynek a bidermelye, szekrénynek a jelentése, a könyv, a dallamok, a stb. Tehát ezt valahogy megpróbáltam összehozni, szintén Mahler, segélyezés egy Mahler zenére. Igen, de a vége az jelenet, amikor elfutsz a vonat mellől végül is, hogy te ezt megpróbáld a hátad mögött hagyni most már a holokauszt emléket. Hogyan lehet ezt lefutni? Igen. Hogyan lehet azt... Lehet? Nem lehet, de magát a szorongásokat, azt, hogy igenis előre kell menni, és uh-huh. hogy ezt visszük az magunkkal, ezt a csomagot, de az, hogy még egyszer ez nem történhet meg, és hogy ugye az álmomban egy tehervonaton ott van rajta szimbolikusan az egész család, akit elvittek és nem jött vissza, és az a Jordán Adél, aki engem alakít, azért nyer és azért hagyja le a robogó versenyfutásában a robogó vonatot, mert az élet nyer és a jelen. És hát a régmúltnak az egyik családtagot, ugye itt a Lázár Kati alakította, a Máli nénit, ő hozta életre, vagy ő alakította, és ez volt azt hiszem az első olyan film, ahol ő az Adéllal együtt játszott, igen. Megrendítő történet. No, a beszélgetésünk végén az utolsó nagyon nagy, igazi nagy nemzetközi sikert aratott filmjéről mondj néhány szót, mert szeretném, ha a végén látnánk azt a lezáró sorozatot ebben a filmben, ami igazán tényleg döbbenetes és megrendítően gyönyörű. A Regina című film az első női rabbi története, a 30-as évek a vészkorszak küszöbén lesz ő rabbi Németországban, és ezt a történet egyszer a kezedbe került, és hát ugye elhíresült az, hogy egy darab fotó, egyetlen fotó maradt Regina Jonasról, és te csináltál egy órás filmet, aminek a műfajt sem tudom meghatározni, mert ugyan dokumentumfelvételekből van összeállítva, de ez egy játékfilmszerű dolog. Igen, egyébként a Báron Gyuri is azt mondta, hogy játékfilmszerű, és hogy gyakorlatilag játékfilmre is kíván ez a film, de ez úgy is indult, hogy én Regina Jonas történetével egyébként, ahogy összefonódnak ezek a pici sztorik, hogy a Csodakrakkóban bemutatják az Amsterdami Zsidó Filmfesztiválon, ott azt a filmfesztivált egy rabbinő nyitja meg, akkor találkoztam életemben először egy rabbinővel, ez a német rabbinő a figyelmembe ajánlja Regina Jonas történetét, hogy én hallottam a
női, az első világ első rabbi nőjéről, és én ezt zsigerből visszautasítom, hogy nem hallottam, de már nem akarok több zsidós filmet csinálni, mert akkor éppen túl voltam a Chagallon, a Csodakrakóban, és talán az Úrichton, és hát hál' Istennek azért jegyezzük meg, hogy nem csak zsidó témájú filmeket, hanem akkor a Pető intézetes filmen dolgoztam, és még nem készült el a Vespa, ami egy roma kisfiúról szólt, tehát azért voltak itt nem zsidós témák, de túlnyomó részében. Igen, és ahogy egymáshoz kapcsolódnak, nem akarok zsidó filmet csinálni, nem akarok újra zsidó témát, és aztán mégis a kezembe veszem azt a könyvet, ami a világ első rabbinőjéről szól, és kiderül, hogy a századfordulón született Berlinben, és 44-ben pusztult el nagyon rövid idő alatt. Gyakorlatilag egy egészen elképesztő életút van, és egy olyan ember sorsát látom, akire azt mondom, hogy erről tudnia kell a világnak. Nem azért, mert zsidó, nem azért, mert az első női rabbi, nem is azért, mert igazából rabbi, hanem azért, mert ha nem lenne zsidó, akkor a Yad Vashemben kellene neki egy fát igen. állítani. És akkor ott vagyok, hogy jó, elkezdem, csináljunk ebből egy játékfilmet, elkezdünk dolgozni rajta, és aztán rájövök arra, hogy nem, kezdjük a nehezebbel. Úgy tudom őt igazán megismerni, hogyha én az ő életéről egy dokumentumfilmet csinálok, és nem szokványosan. És egyetlen egy fotó maradt meg róla, és ez volt a kihívás, és akkor elhatároztam azt, hogy archívokból olyan 1902 és 44 között egy olyan életutat akarok összeállítani archívokból, és úgy összeszerkeszteni, mint hogyha ő ott lenne a vásznon, és az ő szemszögéből gyakorlatilag egy több léjjelen, több, hogy hívják szinten. Ezt, szinten lebegő filmet, hogy a műfaját ne lehessen meghatározni, nem száraz dokumentumfilm, nem történelmi dokumentumfilm. Az archívok életre kelték a világ első rabbinőjét, akiről csak egy fotó készült, és mégis olyan az ő élete úgy van bemutatva, mintha ő maga is ott lenne a vásznon, és ő is részese. Igen, te ezt a korszakot szerepről. Filmen rekonstruáltad, létrehoztad a legerősebben aztán a 30-as évek Berlinét, maga teljes kultúrájával, teljes milliójével együtt megelevenítetted azokat a szereplőket, akikről csak tudtál, de semmi nincs róluk. Egy-két ember, akivel Regina kapcsolatban volt, és ez mind-mind megjelenik a filmben, hitelesen a dokumentumok alapján a maga korában. Ez tényleg zseniális ez a dolog. Most búcsúzom tőled azzal, hogy ezt a filmnek egyik legerősebb részét megnézzük együtt a nézőkkel is. Azért nem akarom, hogy utána megszólaljunk, mert ez önmagáért beszél. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszi. Terezin, amelyet a külvilág megtévesztésére mintatábornak tüntettek fel, ahol a zsidóknak jól megy a soruk, valójában semmiben sem különbözött a többi koncentrációs tábortól. Regina azt folytatta, amit eddig is. Viktor Frankl pszichiáter mellett naponta fogadta a Terezinbe érkező transportokat. Kiválogatta azokat az embereket, akiken látni lehetett, hogy már a lágerbe vezető úton feladták. Vissza kellett hozni őket az apátiából. Azt mondta, hogy van remény, hogy túl kell élnünk. Ez csak átmeneti időszak. Ha vége, hazamegyünk a családunkhoz, mert
párnak. Ha nem tudjuk, hogy élnek-e még, gondoljuk azt, hogy ők egy másik táborban ugyanezért élik túl, mint mi. Hogy remélik, hogy viszont látnak minket, hogy értelme van annak, hogy megszülettünk, mert van dolgunk, mert folytatnunk kell. Nem tudom, hány gyereknek fogta a kezét. Hány gyereknek énekelt Hanuka dalt. Hány gyereket derített jókedvre, amikor tudta, hogy a túlélésre minimális az esély. Mert a lágerbe hurcolt 15 000 gyerek közül csupán 100 érte meg a háború végét. Utolsó prédikációját 1944. október 12-én mondta el, mielőtt Auschwitzba hurcolták. Zsidók vagyunk. Isten által történelmi küldetésre teremtett és általa megáldott nép. Áldva lenni Isten által annyit jelent, hogy bárhová is lépünk, minden élethelyzetben terjesztenünk kell a jót, az áldást és az álhatatosságot. Az Isten iránti alázat, teremtményei iránti önzetlen, odaadó szeretet tartja fenn a világot. Az volt mindig, és ma is az Izrael feladata, hogy a világnak ezen alappilléreit megteremtse. Minden zsidó férfinak és nőnek, minden nőnek és férfinak egyaránt az a kötelessége, hogy álhatatosan folytassa ezt a szolgálatot. Isten szolgálatának tanúbizonysága komoly, nagy próbatételt jelentő Theresienstadti munkánk. És amikor a földi életből az örök létbe térünk, munkánk hozzon áldást Izraelre és az egész emberiségre. Igaz zsidó férfiak és önzetlen bátor asszonyok voltak mindig népünk megőrzői. Istentől a jutalom és a köszönet ezen micvákért, a méltónak talál bennünket arra, hogy belépjünk ezen asszonyok és férfiak körébe. Legyünk át hálával a mindenhatónak, hogy ezen asszonyok és férfiak közé tartozhatunk. Regina Jonas, rabbi, korábban berlini. Thank you.